Az idősek ünnepélyes köszöntése hagyomány a településen, melyet idén is megtartottak a sportcsarnokban. Egyelőre még nem az előző évek hagyományai szerint, a terített asztalokkal még várnak, még a vírushelyzet csillapodik. De kisbattyúval készültek az ünnepeltek, mesélte Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester. Gyakorlatilag Kaposszegcson minden évben megrendezzük ezt az eseményt. Ez már több mint egy évtizede hagyomány. Annyi, hogy a tavalyi évben ugye a vírus helyzetre való tekintettel csak egy ilyen kültéri zenéléssel tudtuk megünnepelni. Akkor a két idősek otthona működik a településen. Ott is előttük is zenéltünk, egy kicsit a fúvós egyesülettel körbe mentünk, átadtuk akkor a játszóteret, illetve a közösségi háznál tartottunk egy nyitott téri rendezvényt. Hát a vírus helyzetre való tekintettel is volt, aki visszamondta, de azt mondom, hogy gyakorlatilag nagyon szép számmal jövünk. 300 valahány idős van a településünkön, és 178-an leszünk, ha minden jól megy, és plusz a plusz vendégek 30 valahányan, tehát 200-200 pár főt várunk. Igyekszünk mindig támaszkodni rájuk, illetve segíteni őket. A támaszkodás rájuk azt, hogy meghallgatjuk a véleményüket, és azért igyekszünk olyan programokat szervezni, amik őnekik is jó, és ők segítenek is ebbe. Tehát a kölcsönös az együttműködés. Gyakorlatilag nagyon jól működik az idősek klubja, nagyon jól működik az itteni közösségi élet az idősekkel, úgyhogy gyakorlatilag szinte mindenben együttműködünk. Táborokban segítenek az idősek, mi is segítünk őnekik, évzárójuk van, azt is közösen szoktuk csinálni. Az esemény színvonalát növelte, hogy az önkormányzat erre napra időzítette az elmúlt egy év beruházásainak ünnepélyes átadóját is. Jelenleg 7 projektet adunk át, ebből 5 a miénk, az önkormányzat, és 2 a Kaposszegcsai Fúvós Egyesületé. Ezek között van, tehát egy évnek a fejlesztéseiben benne van a Kossuth-Lajos utcának a felújítása. Aztán vásároltunk egy elhagyott ingatlant, a régi takaréképületét, amiből, hogyha minden jól megy, akkor polgárőr és KMB irodát szeretnénk létesíteni a falunak egy közlekedési csomópontjába. Aztán a kerékpárút az napokba készül el, gyakorlatilag teljes új útpálya szakasz keletkezett, mivel ott a régi útszakasz az életveszélyes lett a mellette lévő fák miatt. Ennek az átadása kerül most lebonyolításra. Főzőkonyhának az energetikai fejlesztése is megvalósult, ezt is át szeretnénk adni. A biciklis út mellett egy sportparkot is adunk át jelenleg, amit előszeretettel használnak a fiatalok is, és az idősek is most már. Fúvós Egyesületnek van 2 pályázata. Itt Habi Konrádnak, egy régi kaposszegcsői német hagyományok zenét megteremtő embernek a kottáit hangszerelték újjá. A zenészek mellette hangszereket szereztek be, új ruhákat szereztek be, ezeknek az ünneplése is zajlik. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkártól, megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is köszöntötte a meghívást elfogadott szépkorúakat, és a közel 100 millió forint értékben elkészült pályázatok fontosságáról beszélt. Ezekkel a pályázatokkal is sikerült elérnünk azt közösen, hogy ez a település, Kaposszegcső még inkább élhető, még szebb, még komfortosabb településé vált. Bár eddig is ilyen településről volt szó, hiszen itt legtöbb esetben nem új dolgokat kellett létrehozni, hanem a már elkészülteket, ezelőtt, amik 10-20 évvel készültek el, azokat kellett felújítani, vagy pedig továbbvinni. Ez a sportcsarnok, ahol ülünk, szintén néhány évvel ezelőtt a kormány támogatásával tudott megújulni, és azóta is többször nem csak testnevelés órákra, a mindennapos testnevelés bevezetése mellett használjuk, vagy használják a gyerekeink, hanem arra is tudjuk használni, hogy a kistérségnek különböző ünnepi rendezvényeit, és természetesen a községnek az ünnepi rendezvényeit közösen tudjuk megünnepelni. Számos jel mutatja, hogy az idősebb korosztály számára is fontos a település fejlődése. A szépkorúak közül pedig Lőcz Konrádné az elmúlt évek találkozóit elevenítette föl. Szép dolog az öregekkel szemben, nagyon örülök neki, és mindig eljöttem. Tavaly még sajnos, vagy az idén egyedül, de tavaly még a férjemmel, sajnos az idén már nem, mert közben meghalt, de mindig itt voltunk. Ha az egészségünk, hát nem is voltunk betegesek, úgyhogy mindig itt voltunk, és szép kis műsor, meg azért nagy kár, hogy az egészségügyi körülmények miatt a vacsorát még se lehet most itt
mindig egy finom vacsora, egy nagyon szép zenés műsor. Szép gesztus az önkormányzattól is az, hogy az önkormányzat úgy szólván minden tagja, meg a képviselőtestület, ők szolgáltak mindig ki bennünket, ők hordták fel az ételt, és az italt is, kedvesek voltak, aranyosak. Harsányi János egy jó lehetőségnek tartja, hogy ezeken az alkalmakon olyanokkal is találkozhat, akikkel az év más napjain legfeljebb futólag van lehetőségük néhány szót váltani. Most már nem annyira divat lehet így mondani, mint valamikor régebben volt. Ritkábban van alkalom. Nagyon örülök neki, és nagyon jó. Éppen most jöttem az a Németországból, kint voltam a lányomnál, és nagyon meglepett, hogy ilyen kedvesek, hogy arra jöttem haza, hogy az öregeket megünneplik. És ez egy nagyon jó dolognak tartom, hogy összejönnek az öregek, egy kis műsor hallgathatunk. A 65 év felettiek találkozóján került sor a település díszpolgári címének átadására, és nem véletlen, hogy ezt az alkalmat választotta az önkormányzat, ugyanis ez az a korosztály, akik egész pontosan tudják, hogy ki Havasi János, hiszen sokukkal együtt cseperedett föl Kaposz Szegcsőn. A Magyar Érdemrend tiszti kereszttel Herceg Ferenc díjjal jutalmazott jogász, újságíró élete másfelé sodorta, de szívében mindig is megőrizte a sok emléket rejtő kis falut. Lélekben azonban sohasem szakadtam el ettől a Baranya, Tolna és Somogy határán billegő szép fekvésű kisfalutól, ahol a történelem viharai ellenére olyan békességben éltek és élnek együtt a török dúlást átvészelt őslakosok. Ha tanulmányaim, munkáim elszólítottak is szülőfalumból, ezt a békés, toleráns szellemet, amit Lőbrádi bácsitól, Nagy Béla bácsitól, Bagoly bácsitól, Hercegfi Kati nénitől, és annyian másoktól láttam, tanultam, mindig példaként említettem és hoztam fel barátaim előtt, és követni igyekeztem írásaimban, és talán hivatali tisztségeimben is. A szórakozás gyanánt a helyi óvodáskorú gyerekek kedveskedtek egy őszi hangulatot varázsló műsorral.